Igen. Ez egy ilyen intern. Oké. Hát ez elég érdekes volt. Ez egy ilyen föld, vagy ilyen víz alatti kutató és megfigyelő állomás, úgy tűnik. Ez micsoda? Oké, és... kedves detektív! Köszönöm, hogy... hogy ilyen sürgősen jött. Nagyon sok mindent meg kell beszélnünk, és itt leírni nem biztonságos. Igen. Itt vannak a... itt a lista a jelenleg bázison tartózkodókról, illetve a különböző részekről, a bázisnak a részeiről. Igen. Project lead. Igen. Igen, első emelet, az ilyen megfigyelőállás, és ezek a kabinok. A második az az irodák, a kávézók és a labor. A harmadik pedig a merülőbázis, a mi az? Az áramellátó központ és a műhely. Baró, hát oké, megint gyűjtjük itt a nótokat. Probléma. Blank keycard. Oké, és ezek ilyen sima kártyák. Lássuk. Retyó! Fürdő! Csodálatos. Na jó, akkor menjünk emberünkhöz a második emeletre. Carter Newman, azt gondolom nem nyílik, persze, hogy nem nyílik. Igen, ez amúgy elég furisan néz ki, az az igazság, de nem, tehát egyáltalán nem rossz, csak olyan furis, de amúgy kreatív nagyon, tetszik eddig. A másodikon találkozunk elvileg. Ó, oké, ez gyors volt. Nem. Ó, ez a búvárruha javító gépezet. Ez így elég hülye hangzik, de ez van. Carter Newman. Ó, gyere be! Franco. Igen. Hello, itt vagyok. Bejöttem. Mi a helyzet? Hello, Mr. Newman. Egy pillanat. June, lépjen ki az intercomból. Oké, és kilépett. Sajnálom. Kikapcsoltam itt bent az intercomot. Úgyhogy tudunk privátban beszélni. Hogyha így egymás között privátban beszélgetünk, akkor nyugodtan hív csak Carternek. Rendben, Carter. Mi a helyzet? Az elmúlt egy hónapban... igen, azt vettem észre, hogy a komputereinkről az adatok eltűntek. Igen, egy olyan ember lépett be az adatbázisba, akinek nincsen elvileg hozzáférhetősége. Tehát, hogy betört gyakorlatilag az adatbázisba. Megpróbáltam lenyomozni, de semmi eredménye. Érdekes. Igen, és az is elég különös, hogy az áram néha csak úgy kimarad bármelyik pillanatban. Igen, az első volt a legrosszabb, mivel fogalmunk sem volt, hogy mi okozta azt. Hát ez nem valami jó. És még most sincs semmilyen ötletünk. De legalább a rendszert újra tudjuk indítani bizonyos idő elteltével. Úgyhogy nincsen sok ok a pánikra. Hát attól még nem jó, de az, hogy nincsen
nincs oka pánikra, az úgy elfogadható, vagy az úgy okés. És itt jön ön a képbe. Szükségem van önre, hogy kinyomozza, hogy vajon mi is folyik itt. Alapvető hozzáférhetőséget adtam az adatbázishoz önnek. Ezen kívül nem tudok semmi más tenni. Ja igen, igen. Tehát ezen kívül nem tudok semmi más tenni, de talán gyanakodni maximum. Habár nem látom, vagy nem gondolom, hogy bármilyen úton módon hozzáférhetőséget nyerne akármihez is. De most már nem tudok sok mindent tenni, gondolom. Nagyon jó. Most jobb, hogyha elmegy, mielőtt a többiek gyanakodni kezdenek. Menjen és keresse meg June Monson-t. A laboratóriumban kell lennie. Biztos vagyok benne, hogy sok mindent tud mondani önnek. Ó, és vigye el ezt is. Persze, természetesen. Oké, és ez mi a rák? Na! Na, ez itt mi a retek? Keycards. Each person on the... Igen, minden egyes ember ezen a bázison saját ilyen kódkártyával rendelkezik, ami beengedi őket a saját terükbe, tehát a saját szobájukba. Mindegyik kártyának egy speciális titkosított kódja van, amelyik egy adott személyhez köthető. Ki kell találni a titkosított kódot, hogy hozzáférhetőséget nyerjünk valaki másnak a dolgaihoz. Minden embernek nagy valószínűséggel körülötte valahol, tehát a saját maga körüli térben le van írva a titkosított kódja, abban az esetben, hogyha esetleg szüksége lenne egy másikra, tehát gyakorlatilag mindenki tart magánál egy másolatot a saját saját ilyen titkosított kódjáról, hogyha egy másik kártyára lenne szüksége, akkor tudjon egyet csinálni magának. Igen. Igen. Igen, tehát, hogy az én kártyám az nem olyan nagyon egyértelmű. Nem, hát nem csodálatosak a nagy betűk? Oké. Okay. Biztos. Ezt még nem nagyon értem. Mit is mondott? Melyik volt a base? Melyik volt a, vagy a labor, bocsánat. A labor, hol is van? Igen. Itt vagyunk a másodikon, a laborban. Ah, oh, hogy itt van! Opa, ezt nem így akartam. Hello! Toljuk neki. Hello, Spen. Üdvözöllek a Mautiluson. Köszönöm. Fogalmam sincs, hogy a kedves barátom Carter mit mondott önnek erről a helyről,
De vannak komoly problémáink. Az áram egyszerűen csak úgy, hát gyakorlatilag megáll hirtelen, tehát hogy így eltűnik, kimegy az áram. A kutató tengeralattjáró pedig megsérült. Megsérült a tengeralattjáró? Nem mondta el? Valószínűleg azért, mert ő az, aki összetörte. Hát igen, mindenki a saját bőrét menti. Véletlenül? Hát hogyne. Miért gondolna másra? Semmi miatt. Csak úgy tűnik, mintha gyanakodna rá. Egyáltalán nem. Na szóval, hogyha velünk szeretne dolgozni, szüksége lesz egy búvárruhára. Magát a ruhát azt meg tudom szerezni, de a sisakkal kapcsolatban szükségem lesz egy kis segítségre. Rendben, mit kell tennem? Szükségünk lesz egy gyémántból készült sisakra. És igen. Igen, a hát ez a Solutions-zel kell majd, Solutions nevű anyaggal kell majd gyakorlatilag leszigetelnünk magát a sisakot. Igen, és ezt be kell tennünk utána a búvárruha javító szerkezetbe, és kész is van a sisakunk. Igen, gyémánt, 8 darab solution és folyékony oxigén. Pontosan ezt hol szerezhetem meg? Az anyagokat? Az anyagraktárból tudja kiszedni a cuccokat. Itt van a kulcs az anyagraktárhoz. Köszönöm. Frankó, na. Nem, ez nem. Melyik az a retkes supply lab? Vagy mi a retek? Restroom. Tehát mosdó. Ez még mindig a kávézó. Na, hát de hol a francba lehet? Itt? Itt van. Felszerelések. Dust powders, organics. Aha. Na basszus. Gondolom. Gondolom nekünk a breathing solution kell. Spare hand, igen, itt vannak a sisakok. És mi kell még nekünk? Ó, remek. Az egyik hozzávaló elfogyott. Meg kell kérdeznem June-t ezzel kapcsolatban. Oké, na mondjad, mi a helyzet? Miss Manson. Már készen is van? Nem. Kifogytak ezekből a puffy pufferisből, nem tudom ezt lefordítani. Akkor viszont jobb lesz, hogyha elmegy horgászni. Menjen le a harmadik szintre. Ott vannak a horgászbotok. És a mi az is a horgász részleg. Sok szerencsét.